Na, a következő számot igazából, amikor próbáltunk most, mert azt tudni kell a Sallai Szaborról, hogy az úgy indult, hogy ilyen elképesztő koncepció volt, hogy én majd jövök elektromos gitárral, meg zongorával, az mondjuk egy, hát nagyon sokat rontott a helyzet, amikor ezt mi elkezdtünk, akkor még ennyire se tudtam zongorázni, de mindegy, ezt fedje a feledés jótékony homája. És akkor volt egy, egészen pontosan egy darab koncertünk, amire rendesen tudtunk próbálni, ez a Gólyában volt, és tényleg jól is sikerült, és onnantól kezdve viszont soha nem tudtunk már próbálni, és mondhatni, hogy ahogy vannak zenekarok, amik egyre gazdagabban hangszerelt, egyre kifinomultabb koncertprogrammal jelentkeznek, mi egyre igénytelenebb dolgokat csináltunk, és végül ezért hiátus is lett ennek a vége, és úgy döntöttünk, hogy ezt abba hagyjuk. Viszont most újra volt időnk próbálni, nem tudom, tudjátok, hogy miért, és összeraktunk egy tök jó programot, viszont úgy gondoltuk, hogy ez nem lesz elég, és hogy mit játszunk, így fölmerült a próbateremben, és nekem eszembe jutott a Cure-tól a Just Like Heaven, amit nagyon szeretek, viszont nagyon hamar rájöttem, hogy én nem tudom elénekelni, úgyhogy ezt rátestáltam Lacira szemét módon, de remélem, hogy nem okoz gondot. Na, majd a szám után megbeszéljük. Majd az elszámolásnál. Valok egyet, Laci bácsi. Addig mondd el te is, hogy mit gondol. Te is a popos Cure-t szereted a legjobban? Igen. És én sokáig azt is gondoltam, hogy nem szeretem a Cure-t, pont azért, mert csak ez a három szám tetszett, aztán ebből a háromból lett 20, de nem biztos, hogy a Cure-nak az összes lemezét elejétől a végéig el tudom, vagy meg tudom hallgatni. A Disintegration-t nem is kell. Biztos. De van egy nagyon erős best of-om tőlük otthon, az én gépem. A Cure best of egy nagyon-nagyon erős best of egyébként is, a hivatalos. Hallgassátok meg! Ez a szám is rajta van. Ball.
jó ötlet volt. Van néhány olyan szám, ami olyan, mint egy foci meccs, aminek nagyon meg kell nyomni a hajráját.